Digitalizáció az idős gondozásban. Online szakmai napot tartott a Pécsi Tudományegyetem helyi központja. Fametszés lombhúzás. Javában végzi a kora tavaszi munkálatokat a parkfenntartó. Trafiboxok Zanaton. Finisben a sebességmérők telepítése a városrészen. Zebra is lesz. Köszöntöm Önöket, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Az idősödő társadalom kihívásai, a 65 év felettiek okos eszköz használata, aktív öregedés, digitalizáció az idős ellátásban. A többi között ezek a témák kerültek terítékre a Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Képzési Központjának szakmai napján, amit a komplex rehabilitáció jegyében rendeztek. A fókuszban ezúttal az öregedés tudománya állt. Okos véroxigén és vérnyomásmérő, vízivásra figyelmeztető okos kulacs, nyomkövető rendszer, távolról vezérelhető ajtónyitó, személyi robot. Modern eszközök, amelyek az időseket segíthetik a mindennapokban. A digitalizáció új lehetőségeket teremt és távlatokat nyit az idős gondozásban, segíthet jobb életminőségben tölteni a nyugdíjas éveket. Szemléletformáló tevékenységeinknek köszönhetően a demonstrációs szobában lehetőség nyílik arra, hogy a lakosság, az idősek, a hozzátartozók, de akár a vállalkozások és a diákok is megtekinthetik azokat az okos eszközöket, amik az egészségmonitorozás, biztonságérzet és a kényelmi funkciókat, fizikai segítséget tudnak biztosítani az otthonukban egyedül élő idősek számára. Az online szakmai nap plenáris részében az egyetem együttműködő partnerei mutatták be tevékenységüket. Király Gábor arról beszélt, hogy ma már modern terápiás gépek és módszerek állnak rendelkezésre, amelyek elősegítik a mielőbbi visszatérést az egészséges mindennapokhoz. Nem csak sportolók, de az idős emberek számára is. Bokányi Adrián a szombathelyi önkormányzat törekvéseit ismertette, egészségipari gyártókat, vállalkozásokat szeretnének a városba csábítani. Ez szolgálja többek közt az Északi Technológiai Park pályázat, ami közvetlen uniós források elérését tenné lehetővé. Ennek egy nagyon fontos eleme az a tervezett kutatás, fejlesztés és innovációs központ is, ahol gyakorlatilag az ipari digitalizációval, az oktatással, a kutatás fejlesztéssel kapcsolatban fogunk tudni olyan szolgáltatást sokat nyújtani, egyébként a már itt lévő és működő autóipari nagyvállalatoknak is, illetve a jövőbeni egészségipari nagyvállalatoknak, amiért érdemes lesz idejönniük Szombathelyre. A Pécsi Tudományegyetem Szombathelyi Központjában két éve indult a komplex rehabilitáció 4 féléves mesterképzés. A komplex rehabilitáció épülhet alapvetően egy fizioterápiás képzésre, de jelentkezhetnek ápolók, védőnők is erre a képzésre, ahol tulajdonképpen segítünk, hogy minél hamarabb vissza tudjanak illeszkedni a beteg emberek ugye a társadalomba, és ebben egy olyan menedzsmeri szerepet kaphatnak, vezetői szerepet kaphatnak, hogy szolgálhatják a beteg embereket. A szakmai nap akkreditált továbbképzés volt a 120 résztvevő számára. A nap végén tett sikeres vizsgával kreditpontokat lehetett szerezni. Fametszés, lombhúzás, évelő ágyások és cserjések tisztítása. Mozgalmasan telnek a tél utolsó hetei a park fenntartó munkatársai számára. A város legkülönbözőbb pontjain végzik az aktuális feladatokat, miközben a játszóterek, utcabútorok karbantartása is folyamatos. A tél vége és a közelgő tavasz egyszerre 3-4 féle feladatot is ad a Szompark számára. Hagyományosan a január-február a fametszések szezonja, hét elején az Akacs Mihály és a Deák Ferenc utca gömbkoronájú fáit vágták vissza. Metszési terv szerint haladnak, amelybe a veszélyes fákról szóló lakossági bejelentéseket is beemelték. Ben vannak olyan fametszések, amik ilyen rendszeresek, tehát amit mi mértünk föl és megnéztük, hogy milyen fákat kell megmetszeni, például a gömbkoronájú fákat, azokat 3-4 évente szoktuk metszeni az utcákba, akkor olyan fákat, amik esetleg beleérnek a vezetékbe, vagy valamit zavarnak. Ezen kívül a tavaly szeptember folyamán vártuk a lakossági észrevételeket is, és ezeket is fölmértük, és amelyik lakossági észrevételt jogosnak, vagy tényleg problémásnak ítéltünk meg, azokat is megmetszük. Metszik a cserjéseket is, eltávolítják az útra, járdára, házfalra lógó zavaró részeket, a fák körüli ültetvényekből pedig kiszedik a lehullott leveleket. A napokban ezt a munkát végezték többek között a Gyöngyösparti sétányon és a főtéren is.
Évente kétszer gyűjtik a lehullott leveleket a városban ősszel és kora tavasszal. Ez jelenti most a legnagyobb feladatot. Mivel enyhe volt a december, ezért a lomb egy része a fákon maradt. A leveleket csak a januári fagy csalogatta le az ágakról. A tölgyek, platánok is csak januárban váltak kopasszá. A Váci rendelő környékén géppel és kézi erővel is dolgoztak a szompark munkatársai. Januárban még akadályozta ezt a munkát az, hogy ugye előtte decemberben nagy esők voltak, az eső átáztatta a lombot, januárban meg fagy volt, és a földre fagyott lombot nem nagyon tudtuk összehúzni, tehát ezért van az, hogy tulajdonképpen most kezdődött igazából a tavaszi lomb összehúzás, vagy a tavasz előtti lomb összehúzás. Most van az az időszak, amikor tényleg az egészet teljesen el tudjuk és precízen össze tudjuk takarítani, de hát ez, mivel a város területe nem kicsi, ezért ez egy jó darabig el fog tartani, egy-másfél hónapig biztos. Tavaly több egynyári ágyást szárazságtűrő évelőkre cseréltek a körforgalmakban, Járda-szigeteken. Ezeket ősszel nem bántották, mert a lehullott száraz levelek védték meg a növényeket a fagytól. Mivel már nem várható igazán hideg idő, ezeket is most metszik, takarítják. Az árvácskával beültetett területeket ugyancsak megtisztítják, és majd a virágzás után májusban cserélik, frissítik az ágyásokat. Közben az utcabútorok, padok, játszóterek karbantartása, fejlesztése is folyamatos. Oladon a Kassák Lajos utcai játszótéren 33 köbméter faaprítékot terítettek a játszóelemek alá, ütéscsillapító réteg gyanánt, és új kerítés is épül, hogy biztonságosabb legyen a terület a kisgyerekek számára. A kerítést tartó oszlopok helyét a napokban ásták ki. Április 2-án kezdődik a Bartók Béla körút 40 előtti parkoló felújítása, több autó számára lesz hely. Embert a vasra, a Haladás sportkomplexumban toborzott a Magyar Honvédség önjáró löveget és csapatszállító járművet is hoztak. Személykocsi csapódott árokba a 87-es főúton. Bemutatták Horkai Hörher Ferenc legújabb kötetét a Berzsenyi Dániel könyvtárban, rövid hírei következnek. Április 2-án kezdődik a Bartók Béla körút 40 szám előtti parkoló felújítása. A munkaterületet kedden adták át, erről Ceglédi Csaba, a körzet képviselője számolt be közösségi oldalán. A parkoló két oldalán, a játszótér és a körút felől betonlap készül, csak ezután festik majd fel a parkolóhelyeket. A számítások szerint körülbelül 15 autóval több fér majd el itt, mint korábban. A tervek szerint május közepén végeznek a munkálatokkal. A képviselő addig az ott élők türelmét és megértését kéri. A Haladás sportkomplexumban tartott toborzást a Magyar Honvédség szerdán az Ember a Vasra kampány keretében. A parkolóban látványos haditechnikai bemutatóval készültek az érdeklődők számára, meg lehetett nézni egy Kidrán páncélozott csapatszállítót, a legnagyobb látványosság pedig a Panzerhaubitzek 2000 önjáró löveg volt, amely akár 56 kilométerre is képes pontosan lőni. Toyota tartott Gyöngyösfalu felől Szombathely irányába a 87-es főúton, amikor egy kamion előzése közben megcsúszott, átért a menetirány szerinti baloldalra, árokba csapódott és felborult. A téli gumikkal felszerelt gépkocsi légzsákjai kinyíltak, a 19 éves sofőr a baleset után a gerincét fájlalta, a Markusovszki kórházba szállították. A rendőri intézkedés ideje alatt a forgalom egy sávon rendőri irányítás mellett haladt az érintett szakaszon. A Polgárok a Városért Egyesület bemutatta Horkai Hörher Ferenc egyetemi oktató, esztéta, filozófus Erő és Gyöngétség című kötetét kedden a Berzsenyi Dániel könyvtárban. A szerző képzőművészet, politika és urbanisztika kapcsolatát egymásra gyakorolt hatását vizsgálja, katolikus és kulturális folyóiratok esszéi, valamint az általa tanított és kutatott anyagok alapján. Az olvasó új megközelítésben ismerheti meg Rembrandt, Caravaggio és Van Gogh munkásságát, illetve Velence, Vilnius és Minszk arculatát építészeti szempontból. Az Egyesület márciusban beszélgetést szervez Horváth Boldizsár szülésznőgyógyász főorvossal a Semmelweis című filmről. Finisben van a trafi boxok telepítése, és már a gyalog átkelőhely tervei is készen állnak a megvalósításra Zanaton. A fejlesztések 33 millió forintos költségét a kormány biztosította, mondta el mai sajtótájékoztatóján Németh Krisztián, a Keleti Városrészért Egyesület elnöke. A beruházás a zanatiak biztonságát szolgálja.
Kiépítették a szükséges áramellátást a közútkezelő munkatársai, végéhez közeledik a trafiboxok telepítése Zanaton. Helyszíni sajtótájékoztatóján a Keleti Városrészért Egyesület elnöke megköszönte Hende Csaba országgyűlési képviselő közbenjárását az ügyben. Dr. Hende Csaba kérésére a kormány biztosította a 33 millió forintot erre a projekt létrehozatalára, és mind a 33 millió forintot, tehát mind a két fejlesztést igazából a közútnak már átutalták. Mint mondta, már az előző ciklusban Kántár Zoltán önkormányzati képviselő is dolgozott a zanati közlekedési problémák megoldásán, akkor került figyelemfelhívó sárga villogó az út mellé. Mivel az M86-os fizetős, sokan még mindig a régi 86-ost használják, naponta több száz autó halad át Zanaton, és nem mindenki tartja be az 50-es, illetve a 30 km/h sebességkorlátozást. Puc Attila képviselő a 2019-es választás után a városi rendőrkapitányhoz fordult a zanati közlekedési helyzettel és a sebességmérőkkel kapcsolatban. Előbb a Véda rendszer került szóba, végül ez nem valósult meg. 2022-ben a Sólyom utcában 80, Zanaton 255 lakossági aláírás gyűlt össze a trafiboxok telepítése érdekében. 2023. augusztusában jött meg az ORFK-nak az engedélye ehhez, mert ez a trafibox nem úgy van, csak ki telepítjük, hanem azt megvizsgálják, hogy ténylegesen szükséges-e. A Sólyom utcában sajnos az jött vissza az ORFK-tól, hogy nem szükséges oda, tehát azt nem támogatták. Az Zanatra támogatták a trafiboxot. Azonnal a szeptemberi, 2023. szeptemberi közgyűlésen a költségvetés módosításba a trafiboxnak a forrását biztosította a város. Tehát minden megvolt ahhoz, hogy az egy darab trafibox, amit az Zanatiak kértek, az ki legyen építve Zanaton. Ezután jelentette be Hende Csaba, hogy nem egy, hanem két trafibox lesz Zanaton, és az ehhez szükséges forrást megkapja a kormánytól a közútkezelő. Így várhatóan nagyobb lesz a zanatiak nyugalma. Mivel sosem lehet tudni, van-e sebességmérő a dobozban, aki nem akar büntetést kockáztatni, fékeznie kell. Zanaton kétszer, Szombathely felől és a templom mellett is. A Napsugár utcai kereszteződésnél gyalogátkelő hely létesül. A tervek már 2019-ben elkészültek, de nem volt rá elég pénz. Az említett 33 millió forintból a közútkezelő a zebrát is megépíti. Vasárnap hazai közönség előtt kezdte meg a Szombathelyi Haladás másodosztályú labdarúgó együttes a tavaszi pontvadászatot. A Csákvár elleni derbin 4 gól és 1 piros lap is született. A vasi alakulat rászolgált az 1 pontra. Jól sikerült a téli felkészülés a Szombathelyi Haladás számára, amely a 13. helyről futott neki a tavaszi pontvadászatnak. A zöldfehérek a Merkantil Bank Liga 19. fordulójában a Csákvár ellen szerették volna megkezdeni a felzárkózást az élcsapatok mögé. Nem kezdődött jól vasi szempontból a találkozó. A 12. percben Beronya buktatta a vendégek támadóját, a szombathelyi védő belépőjét piros lappal büntette a játékvezető. A megítélt szabadrugást Nahirni végezte el, a labda megpattant a vasi sorfalon, ami megtévesztette az elvetődő Pálfi kapust. Nem adta fel a haladás és a próbálkozását siker koronázta. A 33. percben a friss szerzemény Erdei ugratta ki Horváth Rajmundot, aki egy csel után kilőtte a hosszú alsó sarkot. Nem állt le a szombathelyi támadósor, néhány pillanattal később a vezetést is sikerült megszerezni. Horváth Rajmund ezúttal előkészítőként remekelt, megkeverte a csákvári védelmet, majd Pintér felé továbbított, csapattársa testéről pedig a hálóba csorgott a labda. Sokáig nem örülhettek a hazai szurkolók, mert a középkezdés után Pálfi bravúros védését követően farkas duplázása már utat talált a kapuba. A második félidőben minden követ megmozgatott a vendégegyüttes, hogy megszerezze a győzelmet. Az utolsó percekben a kaputorkából nem tudott betalálni a csákvári támadósor, így maradt a 2-2-es döntetlen. A Szombathelyi Haladás a következő fordulóban is hazai pályán játszik, vasárnap a Kozár Michelin látogat a Ronci útra, a találkozót 17 órakor rendezik. Önök a Szombathelyi Televízió iradóját látták, műsorainkat az stv.hu címen, illetve Facebook oldalunkon is megtekinthetik. Iradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!